Sziasztok, én Rubiro vagyok. A mai videó egy elég rendhagyó videó lesz, ilyesfajtát még nem nagyon láthatottuk ezen a csatornán. A videó elkészítésében a segítségemre lesz a feleségem Éli. Sziasztok! Én eléggé szeretek vízeket csinálni az interneten úgy, ahogy ő, és azt gondoltam ki, hogy csináljunk egy képregényvízt. És ha már képregényvízről van szó, akkor legyen róla egy videó is. Meg is kértem az Évit, hogy állítson össze nekem egy képregényvíz sorozatot, át is adnám neki a szót. Összesen három témakört állítottunk össze. Mindegyik témakört beleraktuk egy dobozkába, ebbe a picike kis dobozkába beletettük a témaköröket. Amelyik témakört ki fogja húzni, azzal a témakörrel fog kezdődni a kvíz. Az első témakör pedig pókember ellenségek. Na és akkor kezdjük is az első kérdéssel. Kezdjük? Melyik képregényben bukkant fel először a zöldmanó? Jó kis karakter, igen. De Amazing Spider-Man 14. szám. The Amazing Spider-Man 50. szám. The Amazing Spider-Man 72. szám. The Amazing Spider-Man 100. száma. Ez pedig a The Amazing Spider-Man 14. szám a megfelelő válasz. Így van. Tökéletes. Következő? Jó, a következő kérdés. Az könnyű. Mi a keresztneve Dr. Octopusnak? Oswald, Orlando, Oliver, Otto. Otto Octavius. Következő kérdés. Melyik végtagja hiányzott Dr. Curtis Kirk Connorsnak, aki később agyikká változott? Az egyik lába, az egyik keze, az egyik lába és az egyik keze nem hiányzott egy végtagja sem. Az egyik keze hiányzott, de külön érdekesség, hogy végül is hiányzott a karja, de a többi végtagját mindegyiket vissza tudja neveszteni, mert végül is geekról van szó. Na, menjünk is a következő kérdéshez inkább szerintem. A következő kérdés pedig itt szól. Ki volt Pókember első szuperponosz ellenfele? Homokember, Keselyű, Kaméleon, Elektro. Ha jól emlékszem, a Keselyű méghozzá az Amazing Spider-Man harmadik vagy negyedik száma lehetett? Igen? Igen, ez a jó válasz. Hol emlékszem? Jöhet a következő kérdés. Mi volt Mysterio eredeti foglalkozása? Tanár? Orvos, filmes trükkmester és szabadúszó művész. Filmes trükkmester volt ez, és végül is láthattuk a Pókember idegen filmben is. Csak egy kicsivel másabb volt, de a lényeg végül is ugyanaz volt. Egy ilyen illúziók vagy játszott. A következő kérdés. Melyik két szín dominál Vészmanó ruhájában? Zöld és lila, fekete és fehér, barna és bíbor, narancs és kék. A narancs és kék. Na, jöhet a következő. Hol született Craven vadász? Magyarország, Oroszország, Románia, Németország. Oroszországban született. Ehhez kapcsolódva tudnék mondani, hogy nagyon tudnám ajánlani például a Craven utolsó vadászatát, amikor Pókemberrel csap össze. Az például egy nagyon jó képregény. Még nem volt erről a képregényről videó csatornán, de szerintem tervezem, hogy majd lesz, mert nagyon jó kis képregényről van most szó. A következő kérdés. Ki nem volt tagja az első bajlós hatosnak, másnéven a Sinister Sixnek? Elektro, Homokember, Keselyű vagy Zöld Manó? Zöld Manó? Igen, az a jó válasz. Következő kérdés. Meg Gergen, azaz Skorpió egy másik szuperpanasz identitását is felvette egy időben. Ki lett ekkor? Venom, Vész Manó, Vezér vagy Vérontó? Venom. És jöhet az utolsó kérdés. Ki az első Venom, azaz Eddie Brock teljes neve? Edward Charles Brock, Edward Allen Brock, Edward Oliver Brock, vagy Edward Benjamin Brock? Szerintem Edward Allen Brock a jó válasz. És a képregényekben annyira, nagyon sokszor nem említették a középső nevét. Szerintem Allen Brock. Edward Allen Brock. Jó, oké. Rendben. Hát akkor ennyi lett volna ebből a témakörből a kérdés. Hát a következő. Hát a következő. Húzzuk is ki. Igyekszem egy kicsit összekeverni. Pókember víz. Na, hát az első kérdés. 2020-ig hány darab Pókember mozifilm készült? A válasz 2, B válasz 4, C válasz 3, D válasz 7. 2020-ig, várja,
különálló, önálló pókember filmekről van szó, ugye? Igen. Várjál, akkor számoljunk csak. A Sam Raimi trilógia az 3, aztán ott van még a csodálatos pókember, az Andrew Garfieldos, az már 5, plusz a másik 2, akkor 7. Igen. Az a következő kérdés. Hogyan halt meg pókember nagybátyja Ben Parker? Hát ez... A válasz szívrohamban, B válasz autóbalesetben, C válasz lelőtt egy betörő, D válasz nem is halt meg. Lelőtte egy betörő. Igen. De ezzel majd a képregényekben külön még építettek egy sztorit. Azt is érdemes szerintem elolvasni. Kicsoda pókember első nagy szerelme, aki az ördmalomból folytatott egyik harca során életét vesztette. A. Alicia Hardy, B. Gwen Stacy, C. May Reilly, D. Liz Osborne. Mondjuk Gwen Stacy vesztette az életét, de ebben a csodálatos pókember 2 filmben is benne volt. Jó, egy kicsit másképp, de a lényege benne volt. Következő kérdés. A közismert piros-kék öltözet után milyen színű volt pókember második legismertebb jelmeze? A. Zöld, B. Fehér, C. Lila, D. Fekete. A fekete. Így van. Amit a titkos háború alatt szerzett. Így van. Következő kérdés. Melyik Marvel Comics képregényben jelent meg először pókember? A. Web of Spider-Man, B. Iron Man 12, C. Amazing Fantasy 15, D. Avengers 10. Az Amazing Fantasy 15-ös száma. Az egy nagyon híres képregény. Az IBM például nagyon durva árakat adnak érte, főleg a jó állapotokért. Következő kérdés. A képregényekben több alternatív univerzumban is létezik pókember. A képen melyik ilyen pókember változat látható? A. Spider-Man Noir, B. Spider-Man 2099, C. Ultimate Spider-Man, vagy D. Spider-Man 1602. Ez a pókember 2099, amit itt a képen láthatunk. A Kingpin mostanában elkezdte ezeket a képregényeket kiadni, ha jól tudom, már 4-et ki is adott. Én már 3-an be tudtam szerezni, de lehet, hogy megérzitek erre a karakterről mutató videót. Na, majd meglátjuk. A lényeg, hogy a képen Miguel O'Hara van, vagyis a pókember 2099. Következő kérdés. Melyik szuperhős csapatnak lett a képregényében tagja pókember? A. Pindur Pandurok. Elég nevetséges, de mindegy. B. Bosszúállók. C. X-Men. D. Igazságligája. Bosszúállók, vagyis bosszúangyal, én jobban szeretem azt a megnevetést. Így de van. Amúgy, igen, bosszúállók. Így van. Következő kérdés. Kivel házasodott össze a képregényekben pókember? A. Mary Jane Watson, B. Betty Brant, C. Michelle Gonzalez, D. Liz Allen. Mary Jane Watson. Így van, ő volt pókember nagy szerelme. Következő kérdés. Mi pókember civil foglalkozása? Ez ilyen. A. Takarító. Alapvető kérdés, de igen, mondja csak. A. Takarító. Hát elég érdekes lenne. B. Kárpitos. C. Ügyvéd, D. Szabadúszó fotóriporter. A szabadúszó fotóriporter amúgy. Így van. Hát akkor ebből a témakörből is elfogytak a kérdések. Jó. Most pedig akkor jöjjön az utolsó témakör. Utolsó témakör, amit összejöttem. Az pedig ki a kiadó? Itt pedig úgy van, hogy a képen látható karakternek ki kell találni, hogy ki a kiadója. Az első a Moon Knight, a Holdlovag. És a kiadók Dark Horse Comics, Disney vagy Marvel? Marvel. Tökéletes. Amúgy azt nem értem, hogy például a Holdlovagot, azt még miért nem adtak ki senki ilyen különálló történetbe. Én azt nagyon szívesen elolvasnám. Mert imádom a Holdlovagot. Nagyon jó karakter szerintem. Na minden, menjünk tovább. Második. Carolina Dean. Disney, Image Comics, Marvel. Ez már van. Még egy sorozatban is szerepelt ez a karakter a Runaways-ben. Ajánlom a megtekintését. Következő kérdés. Spawn. Dark Horse Comics, DC, Image Comics. Image Comics. Ez is egy nagyon baszó karakter. Úgyhogy az Infinity kiadó már elég sokszor ilyen Spawn képregényt kiadott. Úgyhogy szerintem annak is majd esetek neki. Nagyon megéri. Én nagyon szeretem azokat a képregényeket, amiket ők adnak ki. Következő. Matter, Eater, Lad. Anyagevő fiú. Image Comics, DC vagy Marvel? DC. És az egyik legrövidesebb karakter majdnem. Így van. Hát rövidesen ez a
karakter annyit tud, hogyha megeszi az anyagot. Semmi más képessége nincs. És érted? DC, Dark Horse Comics, vagy Tapka Prod? Ez pedig a DC. Méghozzá például a CV csatorna által sugározott zöldíjás sorozatban is szerepelt ez a karakter, méghozzá a zöldíjás vette fel a kísértetnek a entitását. Jó, érdekes volt, de meg lehetett nézni, úgy gondolom. Na mindegy, menjünk is a következő kérdésre. Itt a következő karakter. Morpheus, Dream, Álom más néven. Image Comics, DC, vagy a Dark Horse Comics? Ez DC. Számomra kötetek most jutottak eszembe, hogy azt a Pumasz kiadó kiadta. Már kiadott egy 3-at és egy ilyen spin-off kötetet is. Úgyhogy én meg azt is hallottam, hogy lesz majd egy sorozat ebből a karakterből. Én biztos, hogy meg fogom nézni azt a sorozatot. És szerintem majd videót is fogtok látni erről a karakterről. Következő. A hetedik karakter Abe Sapien. Caliber Comics, DC vagy Dark Horse Comics? Dark Horse Comics. Így van. Ez a Hellboyból az egyik karakter. Ez egyik társa, vagyis a lehet annak mondani évet. Következő kérdés. 9. Eric Draven. Más néven? Hollow. Caliber Comics, Vertigo vagy DC? A Caliber Comics. Így van. Milyen filmek is voltak mégis erre a Hollow karakterre. Ha jól emlékszem, 3 darab Hollow film készül. Valahogy így. Az utolsó pedig Bob. Vertigo és DC. Marvel. Igen. Remélem tetszett nektek ez a kis quiz. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és persze lájkoljátok be ezt a videót. És ne felejtjétek, a Facebookon is tudtok követni. A link majd ott lesz a leírásban. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!